Ezek a felvételek a mérgezett étellel szennyezett területeken készültek. A közelmúltban robbant a hír a kutyás közösség részéről. Azóta online és offline is megmozdult a közösség, igyekeznek megtalálni azt, vagy azokat a személyeket, akik ilyen szörnyűséggel próbálkoznak. A témát felkarolt a bartender alpolgármester önkormányzati képviselő is. Korábban is történtek már egyeztetések, de kedden egy fórumot is tartottak több szereplő részvételével, hogy jobban megismerjék a helyzetet, és tényleg megoldódjon a probléma. Az elkötelezettség pedig számokban is mérhető. 300 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlottak fel. Visszahívtam egy kis kerekasztalt, egy kis egyeztető fórumot, mégpedig itt volt a rendőrség, az ebrendészeti telep, a polgárőrség, a városőrség, két kutyás szervezet, a LIF és a Dunadog Center, a városüzemeltetési osztályunk és a vadászok képviseltették magukat, és mindenki elmondta a kis álláspontját, voltak érdekességek, amikre eddig így nem gondoltunk. Nyilván ez hosszabb távon lehet majd érdekes. Például nekem egy nagyon új dolog volt az, hogy a Covid ideje alatt mennyien vásároltak kutyát maguknak, és nyilván, ahogy így visszazökkent a normális életvágokba, ezek a kutyák feleslegesé váltak, ezért van sok kóborkutya, de ez csak egy ilyen kis apró kiegészítés. És nyilván tehát a legfontosabb dolog most az, hogy erre a helyzetre úgy reagáljunk, tehát hogy megszűnjön most ez a mérgezés. Az egyeztetések ezzel együtt új lehetőségeket is megnyitottak. A környezetvédelmi bizottságunkat ki fogjuk egészíteni állatvédelmi bizottsággal. Ennek az állatvédelmi bizottságnak egy előkészítő szerepe is lesz, ilyen, mint például az ivartalanítási program, ilyen például olyan dolgoknak az előkészítés, ami bizony regulázza a kutyatulajdonosokat is, hiszen nekik is nagyon fontos, hogy betartsák a szabályokat. Tehát a nem kutyások is érezni fogják azt, hogy itt az állattartás az egy folyamatos fejlődésen megy keresztül Dunaújvárosban, de ugyanúgy sokkal hatékonyabbá kik próbáljuk egészíteni azon szervezetek munkáját, akik most például óvodákba, iskolákba járnak, és népszerűsítik az állattartást, a felelős állattartást, ez is egy kiegészítésre vár majd, és ez is az Állatvédelmi Bizottságnak lesz a feladata. Az egyeztetés tájékoztatás pedig folytatódik, egészen pontosan majd május 23-án a Munkásművelődési Központban. És ami még egy fontos dolog, hogy nyilván most ugye szervekkel egyeztetünk, viszont jövő héten, kedden, tehát 21-én, 5 órakor az MMK-ba a gazdikat hívjuk meg, és nekik tartunk egy fórumot. Itt az itt elhangzottakat fogjuk egy kicsit így előadni nekik, mire kérjük őket, illetve nyilván őket is bevonjuk ebbe, hiszen leginkább az ő érdekük is, hogy ez a megszűnjön, vagy közös érdek, de nyilván mindenféleképpen ők az érintettek, és hát nekik is szeretnénk egy kis feladatot adni, bevonni őket, az ötleteiket meghallgatni, és tényleg azt szeretnénk, hogy ez az egész egy hosszú távú megoldás is legyen, de amit mondtam, most ez nagyon fontos, hogy ez a mostani adhok helyzet ez megszűnjön. A témát pedig mindannyian magunkénak érezhetjük. Vigyázzunk a kedvenceinkre, tegyünk meg mindent a biztonságukért, jólétükért.